A Józsa András Múzeum a tudományok gyűjtőhelye. Többek között geológusok, művészettörténészek, irodalmárok és régészek is dolgoznak az intézményben. Ezeknek a szakembereknek a tudományos munkáit segíti az a két együttműködés, amelyet ma kötött az intézmény a Nyíregyházi Egyetemmel és a Szlovákiában található Eperjesi Egyetemmel. Utóbbival egy kiemelt témája is van a közös munkának. Itt a tirpákság kutatását kiemelt témának tekintjük. Tirpákságon belül pedig az evangélikus egyház is kiemelt téma lenne. Az köztudott, hogy az Eperjesi Egyetem a protestantizmus kutatásában elég erős, tehát ezt szeretnénk kamatoztatni. A tirpákság kutatása pedig már régi kutatási témánk a Józsa András Múzeumban, néprajzi tekintetben, gasztronómiai tekintetben, de ezt szeretnénk egy kicsit jobban kiszélesíteni, kiadványokat készíteni belőle. Nyíregyháza és Eperjes a 90-es évek végétől testvérváros is, hangzott el a sajtótájékoztatón. Az Eperjesi Egyetem rektora kiemelte, az együttműködés legfontosabb lépése a közös érdekek megkeresése. A mostani kapcsolatunk olyan, hogy van a szerződés két egyetem között, de vannak kollégák, akik együttműködnek, akik találkoztak, akik dolgoztak közösen meg publikációkon még a régebbi időben. Ahogy mondtam is a sajtótájékoztatón, hogy még a 70-es, 80-as években létezett egy hivatalos és működő kapcsolat az itteni pedagógiai főiskola és a Safári Egyetem pedagógiai kara között. Annyira egy házi kulturális intézmény célja, hogy nyitott múzeumként működjön. Ezért is kötöttek már több együttműködési megállapodást idén. Annyiregyházi Egyetem rektora a sajtótájékoztatón kiemelte, oktatási intézményüknek is célja, hogy hasonló nyitottsággal működjön. Egy intenzívebb, aktívabb kapcsolatot várok, közös konferenciák szervezését, közös pályázatokban való részvételt, akár a múzeum kollégáinak részvételét a mi képzésünkben, tehát oktatói tevékenységet, illetve hogy a múzeum helyt adjon a hallgatók oktatásához. Jövő héten hétfőn és kedden tudományos ülést tartanak a múzeumban, rejtőzködő szexualitás, titkolt identitás címmel, hangzott el a sajtótájékoztatón. A témák között szerepel például a különböző korok nőképei, a saját nemükhöz vonzódó művészek, de az első világháború női hadifoglyainak emléke is. A történelem során, illetve napjainkban problematikusnak tartott szexuális magatartás formákkal kapcsolatos attitűdöket, illetve ezeknek a változásait teszi vizsgálat tárgyává. A kétnapos tudományos ülés a Józsa András Múzeumnak, a Történettudományi és Filozófia Intézetnek, valamint a Magyar Történelmi Társulat helyi szervezetének a közös rendezvénye. A konferenciához kapcsolódva tárlatvezetésre is várják a látogatókat október 9-én hétfőn délután. Ekkor a 18 éven felüliek tekinthetik meg a Csókolj meg Édes című tárlatot. A konferencia azonban minden korosztály számára nyitott.